Sziasztok, én Simon vagyok, és ez nem más, mint a Undersky Project következő része. Ugye megígértem, hogy én itt farmolgatok egy kicsit, csak akadt egy kis problémám, és azon vagyok, hogy ezt megoldjam, nem a szintjeimmel, hanem azzal, hogy megettem, vagyis kisütöttem az összes krumplit, és éppen egy krumpli farmat akartam csinálni, úgyhogy nagyon ügyes vagyok, Simik, gratulálunk. Úgyhogy most van két krumplim legalább. A koncepció következő lenne. Ugye, nekünk itt van a kovács, ahol van sütő. Nos. Akkor miért ne csinálnánk egy félautomata sütőrendszert, krumpli sütőrendszert, hogy diszpenzerek vizet adagolnak, a diszpenzerek nem ide kerülnek, hanem ide, lentre. Ugye vizet adagolnak, az lemossa a krumpit innen szépen bele ebbe a vízfolyásba, ahonnan pedig elmegy egészen idáig a sütőkbe. Be van ültetve az összes, és csináltam egy reston szerkezetet neki, ami úgy működik, hogy odafönt van egy blokk, az a blokk, ez itt, azon van egy gomb, és itt hátul lejön rajta a vezeték. Tehát a redstone itt hátul eljön. Itt aktiválódik, ami letiltja ezt a fákját, illetve redstone jelet ad ennek a fákjának, vagyis ennek a repeaternek. Ebben a két hopperben összesen 20 darab blokk van, és ez áttölti ebbe, majd visszatölti, és ez alatt az idő alatt eltelik 8 másodperc. 8 másodperc elég arra, hogy ez a komperátor jelet engedjen ennek a fákjának. És amikor én ezt a gombot megnyomom, ez itt ugye felvillan, ad egy jelet, kiengedi az összes vizet, és miután a fákja elenged, akkor még egyszer fel fog villadni, vagyis hát 8 másodpercig engedi a jelet, aztán utána fel fog még egyszer villanni, és elzárja a vizet, tehát köbő olyan, hát nem 8 másodperc, egy kicsit több, tehát jó pár másodpercig engedi a vizet, és ez elég arra, hogy lefolyjon, aztán elzárja az egészet, ezt meg is tudom mutatni, tehát megengedi a vizet. Itt ez engedi a jelet, azért mert az vissza van ott tiltva, tehát az ott visszatiltja addig ezt a jelet, ott azt hátul azt a fákját letiltja addig, amíg abba vissza nem töltődik az összes, és akkor most azt elrontottam, valamit itt elrontottam, ja. Pedig, ja igen, tudom, ezt hátra kellett volna húzni. Jó, oké, megvan. Ott most visszahúzzák. Jó. Ja, és nem raktam be a... ezeket. Ezek fontosak, mert akkor az előző effektet láthatjuk megint. Így, mert ami itt folyna a víz, az oda befolyik rögtön. És ez nekünk nem jó. Tehát... nem esszük meg, hanem visszarakjuk. Így. Ne. Ezek vehetnek bele. Nos tehát, megmutatom fentről. Szervusz. Itt a gomb, megnyomjuk. Elkezd lefolyni a víz. Itt még ezt egy ilyen magasabbra fogom építeni, hogy ne essen ki semmi. Így. És akkor már csak vissza kéne ebbe is tölteni a vizet. És akkor jók leszünk. Még egy sort fogok arra használni, hogy visszaültessek belőle. Tehát ugyanezt megcsinálom.
mint ezzel a sorral, és akkor lesz egy sütős, meg egy visszaültetős, és akkor annyi biztos, hogy elég fog lenni, ami ebben a sorban terem, hogy visszaültessük az egészet. És innentől tényleg működnie kell. Oké, és akkor a maradékot bedobálom a sütősbe. Így. Elrakok azért még 11 darabot. És akkor, ha megérettek, neki engedem, hogy megnézzem, mi lesz belőle. Itt meg közben sül ki az a pár, ami már plusz, tényleg plusz. Úgyhogy menjünk is és csináljuk a villager farmot. Mielőtt viszont elmegyünk a zombi farmhoz, azelőtt csinálunk egy weakness potion-t. Na most kell ehhez ilyen cucc smoke? Majd nem igazán értek hozzá, de ezek szerint kell még az is. Szerintem ennyi bőven elég lesz most nekünk, úgyhogy megyünk és kipróbáljuk, hogy így most már tényleg működik-e. És akkor most, hogyha belerakom ezt a rondaságot, akkor elkezdi csinálni. Szóval most már olyan lett, mint a sütő. Na, ha minden igaz, akkor ha ez lesül, annak sikerülnie kéne, hogy ezek weakness potion-ök legyenek. Igen. Kell egy ilyenre. De ez elég sokáig bírja, hogy látom. Kintre is rakhattak volna valami látszatát annak, hogy egy ilyet beleraktak. Mert ugye kiástuk ezt a nagy helyet, hogy majd mi itt lesz nekünk az az XP farm, ami később ott lett. Jó, nincs is baj, mert nem volt egy nagy munka, azonban előbb-utóbb ezt be kéne fejezni szépre. És valamit ide kéne csinálni, és valamit ezekből kéne ide csinálni. Jó, hát dolgozzunk most. Ilyennel. Így. Ezek a vizek egyelőre nem kellenek ide. Viszont ki kéne lassan világítgatni, hogy ne spawnoljanak. Így. Nos, ki van világítva, és úgy fog zajlani az egész, hogy onnan lefolynak ide, innen fog erre folyni tovább a víz. Ezzel egy blokkon, vagy síkon, sávon, akármi. Tehát itt fognak lefolyni. Itt lesz egy piszton, itt, ezen a blokkon. És ahogy onnan folynak a zombik, itt lesz egy lyuk, oda be fognak folyni, ahol alul láva lesz, és egy táblával lesz elválasztva, ott ők meghalnak. Nekik a cuccai nem kellenek, ők nyugodtan teljes mértékben meghalhatnak. Hogyha viszont zombie villager jön, akkor én kitolom ezt a pisztont, és ő így tovább fog tudni folyni, ahova csinálunk neki egy ilyen raktárt, ahol egyszerűen megetetjük őt almával, meg weakness potion-nel, és akkor átváltozik. Aztán, hogyha megint zombi jön, akkor megint kiengedem ezt a pisztont, és akkor leesik. Úgyhogy ez a terv. Meg kell nézni, hogy működik-e. Na, elkészült. Úgy néz ki a dolog, hogy elkezdenek onnan lefolyni a zombik. Én itt várom őket. Ott folynak lefele, ott van a láva. Itt pedig egy sima piszton, amit ki tudok tolni, hogyha zombi villager jön. Nos, hogyha a zombi villager jön, akkor én simán itt állok.
És ő onnan elkezd ide felém sétálni, mert ugye szurvivába vagyunk, meglát és meg akar ölni. És akkor ő ide szépen beesik, én ezt itt visszaengedem, aztán rádobom a potion meg az almát, megetetem vele és kész. Hogyha esetleg bekerül ide egy rendes zombi, akkor ugye itt ugyanúgy ártatlan, és akkor megpróbálhatom úgy megölni, hogy a másik ne halljon meg. És akkor el van intézve a dolog, úgyhogy nézzük, hogy hogy is működik, és reméljük, hogy minél több zombi villager fog jönni rövid időn belül. Ez nem az. Szia, fákja! Kipróbáljuk rendes zombival is. Gyert, hogyha jön. Csak ugye nem biztos, hogy 15 blokknyi távolságra vagyunk. Aha. Erre viszont nem gondoltam. Most így igen, de... De úgy már nem biztos. De talán, talán annyi még megvan. Nézzük meg. Rendes zombival. Ugye így rááll. Meglát engem és beleesik. Jó. Működik a dolog. Ezt kell csinálnunk. Hát akkor ez ilyen szaladgálós módszer. Itt most jön három, ki van engedve, akkor őket leengedjük. Sziasztok, menjetek csak le nyugodtan. És amikor zombi villager jön, akkor odafutunk, ennyi a lényeg. Jön is egy, jön is egy, jön is egy. Gyere ide, itt vagyok. Ahó. Jaj. Jó. És egy megvan. Nagyon jók vagyunk. Először ezt rá kell dobni, aztán megetetni egy almával. Ha minden igaz. Így. És el is kezdődött átalakulni. Jó. Jó, ezek most itt beleeshetnek. Egyszerre egyel foglalkozunk. Nem tudom, ez milyen gyorsan alakul át. Jó, addig ezt kivilágítjuk. Fölöslegesen most ne jöjjenek. Így. Na, az előbb át tudtam ugrani. Nem akarok beleesni a lávába, ezt már mondtam. Jó, így jó lesz. Valahogy. Átküzdöm magam én is. Ilyenkor ő nem tud sebezni, igaz? Nem úgy tűnik. Nem úgy tűnik, mint aki sebezni akar. Oké, és akkor én így átjövök, és visszarakom azt az üveget. Jó, erre kitalálunk valami más módszert, valószínűleg redstone lámpákat fogok majd használni. Úgyhogy amint átalakul ez, fogom a kegyű vasutat, és kihozom őket mondjuk ide. Itt fogom őket addig tárolni, amíg jobb ötletem nem lesz. Átalakult, srácok, úgyhogy nézzük is meg. Husi, husi. Jó, ez ilyen eladós. Ami annyira nem is lenne rossz, csak nincsen sem malacunk, se csirkénk. De nem baj. Most őt innen megpróbálom nagyjából kiásni. És hozok vasutat. Hogy ki tudjuk valahogy szedni. Egyelőre ide kialakítok neki egy kisebb helyet. Ahonnan nem tud elszökni, meg ugye ide spawnolni se fog tudni senki. Így. És akkor ide valahogy bevezetem. Így itt szétütjük neki a kocsikáját. Na, tudunk alád rakni. Jó, ülj bele. Nem, 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 rossz kocsi. Mész vissza. Kell bele a villager. Hogy ülsz te bele? Na. Hát ez nem lesz olyan egyszerű, mint ahogy gondoltam. Tényleg nem, nagyon nem. Na, jó, majd innen eltologatjuk.
Gyere, vasúti kocsi. Jó, akkor kicsit mennyi hátrébb. És akkor így hát, ha. Jó, én meg hátulról megpróbálom beletolni a kocsiba. Na, végre. Erről beszéltem. Na, pazd meg. Ezt most komolyan gondoltad? Oké, akkor ide építek neked egy kerítést, tehát nem fogsz ki rajtam. Komolyan? Elképesztő. Na, így. Akkor jöhet igazából a következő. Csak ezt így csináljuk, hogy ott ne tudjon kimenni. Itt se tudjon kimenni. Nekem meg egy ilyen belépőt csinálunk. És akkor ismét működik. Azt nem tudom, hogyha most odarakom a vasutat, akkor abból egyből beleesnek-e? De majd kiderül. Na fene, megint nem tudtam kimenni. Na, takarodjatok. Így, ne. Jaj, te hogy a francba jöttél át? Meg te is. Te neked nem kéne átjönni egyikőtöknek sem. Igazából. Tehát, hogyha észrevesznek, akkor az nekünk nem jó. Te most ott meghaltál? A deben? Na jó. Ezt. Ez így most nem jó. Jó, meghalt, mindegy, a kocsit felszedjük. Így. Lerakjuk ide, mindegy. Jó lesz ott. És akkor most várjunk. Na, lefele, de nem kell lesz most. De ez nem, ezt nem értem. A kocsi miatt? Valószínű a kocsi miatt, igen. Jó. Hogy az üvegen át jönnek? De belső. Pedig az előbb már jó volt. Az előbb már jó volt. Hát mondjuk nem jött össze. Ez úgy nem jött össze, hogy akartam. Nem, ez sem. Ezt itt egy pillanatra ki. De miért? Miért arra az oldalra rakja? Akkor hogy innen rakom? Ja jó, jó, oké. Így. És akkor ha jön is. Jó, oké, ez így jó lesz. Tehát addig nem tudnak itt átjönni. Amíg egy zombi villager nem jön, mert ha átkapcsolom, akkor ez így lejön. Ezen, ha minden igaz, akkor simán át tud sétálni. Ezt meg vissza kell zárni utána. Jó. Ez egy egész jó módszer. Na, megvan még egy. Tehát, először is jön a... Weakness Potion. És az aranyalma. Jó.
igazából most már megint elzárhatjuk, mert egyelőre ennyire volt szükségünk. Hát szia. Na, te még ütsz ilyenkor is? Erről nem volt szó. Gyere csak. Erre. Oké, és... Virjad. Virjad, be nem ásszál, oda be nem ásszál. Jó, gyere erre. Jó. Csak attól félek, hogy megeszi a másik zombit. A falusit. Vagy, ja, az már falusi, úgyhogy, oké. Na, majd akkor innen, ha átváltoztál, visszaráncigállak. Na, ő is kész. Ő pedig egy leather worker. Tehát nála csak bőrcucmókkal tudunk kereskedni, nem baj, jó lesz az is. Akkor nekem most oda be kéne jutnom. Menjek a másik oldalról. Akkor ezt innen most felszedem, és elviszem alá, és onnan fogom behozni őt. Így. Nem is a pajtika. Jó, akkor kerülök. Te menj oda. Jó. Hát baromira nem egyszerű. Na, te szépen belemész, és már mész, és oda, hova kell. Igaz? Nem jössz vissza. Basz meg. Nem jössz vissza. Úgyné. Benn is vagy. Na, mind a ketten leather walkerek voltak, nem? Te butcher vagy, jó. Akkor megvan ez a kettő. Tehát ezt a farmot innentől most egy kicsit félretesszük. Aztán elkezdjük szaporítani kenyérre. A kenyérre minden esetre működik. Vagy répával, vagy krumplival. Krumpliból már van több. Azonban az nekem kell. Így valószínűleg marad a kenyér, azonban akkor a búzát, amíg én ezt csinálom, újra vetem, meg megnézem a krumplit is. Az a baj, hogy itt nincsen betöltve addig a krumpli, amíg én odalent dolgozok. Ott olyan messze. Remélem így nem tűnnek el a villagerek, hogyha csak ideig jövök, de elvileg nem kéne. Jó. Ebből már összejön pár kenyér, meg szerintem még van búzánk elrakva. Sőt, van itt rézés. Ha minden igaz, mindegy, csak kaja legyen. Bár ezt nem tudom, hogy húst mennyire eszne. De dinnyét az talán igen. Úgyhogy leszedem ezt a pár dinnyét. Az is van még, és akkor... Ha meglátjuk. Igazából most ki is próbálhatjuk. Visszamegyek. és megnézzük. Hát valahova ide fogom építeni. Ha nem ide, nem oda, ide fogom valahova építeni a vasfarmot. Ez egy egyszerű vasfarm lesz, semmi különös. Még attól is csúnyábban fog kinézni igazából. De legalább működni fog. Ha minden igaz. Annyit tudok, hogy kell hozzá egy rakat villager. Jó. Neked ott ezt a kocsikát szétverem. Bocs.
Bocs, 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 de viszont te gyere vissza. Nem akarták titeket bántani. Vegyetek, vegyetek. Nem kell, és komolyan. Cse, de disznók vagytok. Nem baj, akkor nem adjuk fel, csinálunk kenyeret. Megnézzük, hogy kenyérrel, hát 6 darab kenyérrel biztos, hogy nem fog működni. Ez még édes kevés, de meglátjuk. Pick up, pick up, pick up. Ha? Nem? Semmi? Jó, nem baj. Én megpróbáltam. Dikasz visszadobták a kenyeret. De paraszt vagy. Te ne bólogass, tudom, hogy ez vagy. Még ilyet. Na, hogy ide már, most már megcsináltam ezt a lépcsőt, hogy itt is tudjak járkálni, ne kelljen folyamatosan körbe menni. A következő részben építünk egy vasfarmot. És ott elkezdjük őket tenyészteni. Úgyhogy lehet, hogy ez a rész nem sokára jön. De minden esetre várjátok. Én sietni fogok vele, amennyire tudok. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, én Sim voltam, legközelebb találkozunk. Legyetek jók, sziasztok!